Szeretnék üdvözölni mindenkit, Eszterhely Viktor vagyok, a Külügy és Külgazdasági Intézetnek a kutatója, és a Közép-Ázsia felértékelődése a nemzetközi politikában címmel megrendezésre kerülő mai online kerekasztal beszélgetésnek a moderátora. Az eseményünk élőben követhető a Zoom-on keresztül, illetve a Facebook oldalonkon is. A beszélgetésnek az apropóját az adja, hogy holnap, március 31-én kerül megrendezésre, 8. alkalommal a tűrt tanácsnak a csúcs találkozója. És a mai rendezvény arra a kérdésre keresi a választ, hogy mik a legfontosabb fejlődési trendjei a kelet-ázsiai régiónak az elmúlt években, és hogy akad-e lehetőség a magyar külpolitika vagy külgazdaság számára, hogy megragadja a régióban rejlő lehetőséget a közeljövőben. A részvevői a beszélgetésnek három kiváló szakértő, Bendazsevszki Anton, a Danube Institute geopolitikai kutatócsoportjának a vezetője, Jene Pál, a Budapesti Gazdasági Egyetemnek az oktatója, és végül, de nem utolsó sorban kollégám Vasa László, a Külügyi és Külgazdasági Intézetnek a vezető kutatója. Elnézést kérek a hallgatóságtól, de mindhárom kollégával régóta ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk, hogy a gördülékenyebb kommunikáció fenntartható legyen. A kerekasztal beszélgetésnek az első felében én fogok feltenni kérdéseket a vendégek számára, de természetesen a hallgatóságnak is adok terepet. A beszélgetés második felében nyílik erre majd lehetőség, és arra szeretnék kérni mindenkit, hogy akinek kérdése van, egyenesen nekem címezve küldje el a cseten keresztül kérdéseket, és majd én fogom ezeket a kérdéseket feltenni a szakértőktől. Nem is szeretném tovább húzni a bevezetést. Amit említettem, maga a beszélgetés apropóját a tűrt tanácsnak a csúcs találkozója adja, amelynek a részvevője magyar miniszterelnök is. És ennek kapcsán sokszor elhangzik itthon az az érv, miszerint a közép-ázsiai régió jelentősége drámaian megváltozott, és amelyet a nagyhatalmak mellett immár a kisebb államok sem hagyhatnak figyelmen kívül. Az első körkérdésem ennek a kérdéskörnek az alapjait feszegeti, hogy tudnátok olyan fontos trendeket azonosítani a régió, a közép-ázsiai régió életében, amely az elmúlt években fontos, hogy a külső szemlélő is ismerjen. Tehát leegyszerűsítve a kérdést, mi az, amit Magyarországról nézve mindenképpen tudnunk el a régióról. Először kérdezném Antont, aztán Jene Pált, és végül Vasa László kollégámat. Anton. Köszönöm, üdvözlök mindenkit a beszélgetésen, és kezdetnek hadd mondjam el, hogy nagyon köszönöm a Külügyi Intézetnek, hogy ilyen platformot biztosít többek között a Közép-Ázsiáról való beszélgetésre is, pont majdnem, hogy napra pontosan tavaly április elején volt egy hasonló beszélgetésünk Közép-Ázsiáról, úgyhogy legalább évente egyszer megvan az a lehetőség és az a keret, hogy a régióban folyamatban lévő eseményekről beszéljünk. Itt ugye Közép-Ázsiáról, amiről beszélünk, az lényegében 5 országot takar, és mindegyik más dinamikával rendelkezik, és ezt a csoportot két részre bontanám. Az egyik csoportban Türkmenisztán és Tadzsikisztán foglalna helyet, ahol lényegében évtizedek óta nem sok változás van. Ezek lényegében diktatórikus jellegű államok. Türkmenisztán szinte minden paraméter szerint nagyjából Észak-Koreába hasonló csoportban van, ahol bár volt hatalomváltás 2006-ban, de ugyanúgy egy személyi diktatúra folytatódott az akkori új vezető Berdi Muhamedov személyében. Tadzsikisztánban is elég hasonló a helyzet, Emomali Rahmon személyében lényegében egy személyi diktatúra alakult ki, és ott nem sok változás van politikai téren. Ezek az országok óvatosan képviselik magukat a nemzetközi arénán, nem annyira nyitottak az együttműködésre, Türkmenisztán gyakorlatilag egyáltalán nem. Itt az említett türk tanácsban is többször kapott meghívást, hogy csatlakozzon, de ő távol tartja magát, és más nemzetközi együttműködésektől, szervezetektől is távol tartja magát. Miközben az ország egyébként a világ negyedik legnagyobb gázkészlete fölöttül, de nem annyira integrálódik be a nemzetközi együttműködésekbe. Ellenben ott van másik három ország,
ahol elég dinamikus változások történtek az elmúlt években. Elég példának mondani Kirgizisztánt, ahol pont hát még fél éve sincs, hogy egy újabb forradalom söpört végig, már a harmadik, 2006 és 2010 után. Ez volt a harmadik forradalom, ahol nem csak a parlamenti választások ellen volt ez a tüntetés sorozat, de végül az elnöknek az elnök lemondásához is vezetett, és gyakorlatilag hát, majdnem, hogy két hétig teljes káosz volt, nem tudtuk, nemzetközi sajtóban sem nagyon tudtuk, hogy mi történik az országban, mert látszott, hogy az elnöki adminisztráció nem kontrollálja a helyzetet. Egy új elnök került hatalomra egyébként most évelején, 21 januárjában, alkotmánymódosítás is történt, tehát ebben az országon például elég dinamikusan változik a helyzet, ami nem garancia arra, hogy pár év múlva megint ne történjen egy újabb forradalom. Aztán ott van Kazahsztán, amely hát talán nem csak nekünk Magyarországnak, de a térségünknek is Kazahsztánnal van Kazahsztánnal vannak a legjobban kiépült kapcsolataink, a régiós külkereskedelmi nagy része is Kazahsztánnal bonyolódik le. Ott is fontos változások történtek, az országot több mint három évtizeden keresztül irányító elnök 19-ben mondott le, Nurszultan Nazarbajev, és ezen lemondása után a helyére lépő új elnök pedig politikai és gazdasági reformokból is kezdett. Úgyhogy ezek a reformok az elmúlt két évben, nem tudom mennyire fogjuk érinteni, de ilyen vagy olyan mértékben folytatódtak. És akkor ott van egy másik állam, ami egy kulcsállam a térségben, Üzbegisztán, amely nagyon sokáig egy nagyon Türkmenisztánhoz hasonló kemény diktatúra volt, és az országot irányító elnök halála után, Iszlam Karimov 2016-os halála után egy olyan új elnök került hatalomra, aki hirtelen reformokba kezdett, és senki se várta tőle ezt, ugyanis Karimov alatt 13 éven keresztül miniszterelnök volt, és senki se gondolta, hogy ilyen jellegű liberalizációba kezd, és az az ország, amely évtizedeken keresztül teljesen zárt volt a külvilág felé, beutazás szempontjából, gazdasági szempontból is, nemzetközi együttműködés, regionális együttműködés szempontjából is zárt volt, hirtelen megnyitott. Ugye új befektetési lehetőségek indultak, piaci liberalizáció indult, ezeket biztos érinteni fogjuk, de ez az esemény 2016-ban kulcsfontosság volt az egész régióra nézve. Például olyan szempontból is, hogy eleve ez a legnagyobb népességét tekintve, ez a legnagyobb ország a régióban, közel 34 milliós lakosság számmal rendelkezik, Kazahsztán 19 millióval, és a Közép-Ázsiában a pozíciója is központi. Tehát gyakorlatilag, hát nem gyakorlatilag, hanem ténylegesen is minden országgal érintkezik a régióban Üzbegisztán, úgyhogy ilyen szempontból központi pozíciója van, és ezek az a liberalizáció és az a együttműködéssel való nyitottság, ez bizonyosan új dinamikákhoz juttatta a régiót. Én ezeket mondanám, tehát van, összefoglalva még egyszer, van két ország, amely diktatórikus utat követ évtizedek óta, Türkmenisztán és Tadzsikisztán, miközben a régió másik három országában az elmúlt években elég komoly változásokat látunk, amelyek nem csak Európa és Közép-Ázsia együttműködésére, de regionális együttműködésekre is nagy hatással van. Köszönöm szépen. Pál, te írtál is az üzbék reformok jelentőségéről, a Külügy és Külgazdasági Intézet jelent meg. Egyetértesz, hogy ez az egyik legfontosabb trend, vagy vannak mások, amelyet te kiemelnék? Igen, akkor üdvözlöm először is én is a webinárium résztvevőit, illetve köszönjük a Külügyi Intézetnek a lehetőséget, és hát Üzbegisztánról mindenképpen szólnék én is bővebben, azért ha megengeditek, akkor előtte néhány általánosabb, áttekintő
gondolat a régióról, tehát itt valóban 1991-ben ugye a Szovjetunió széthullásakor 5 köztársaság vált független, ugye Kazasztán, Kirgisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán. Egyrészt, ami szerintem figyelemre méltó mondjuk a Közel-Kelettel, vagy akár a Kaukázussal összehasonlítva, hogy ez a függetlenedés tulajdonképpen békésen ment aránylag végbe, bár ezeknek az országoknak a viszonylatában irredent a konfliktusokra, vagy határvitákra, etnikai konfliktusokra bőven lenne alap, de tulajdonképpen államközi háborúk nélkül sikerült megúszni ezt a függetlenedést. Na most, ami a belső konfliktusokat illeti, azt látjuk, hogy az 5-ből 2 állam, mégpedig hát talán nem meglepő módon a 2 legszegényebb és gazdaságilag legelmaradottabb tagköztársaságai voltak ezek a Szovjetuniónak, Kirgisztán, illetve Tadzsikisztán, ami hát instabilabbnak bizonyult. Ugye Tadzsikisztán a 90-es években egy polgárháború spirálba süllyedt, és hát közel egy évtized kellett hozzá, hogy ebből kikecmeregjenek. Most aránylag stabilnak tűnik a helyzet. Ugye én azt gondolom, hogy leginkább Kirgisztán talán most a kakukk tojás az 5 köztársaság között. Kirgisztánban ugye 3 alkalommal is, 2005-ben, 2010-ben, és most legutoljára 2020-ban is hát erőszakos zavargásoknak, vagy ízlés szerint akár forradalomnak is nevezhető megmozdulások döntötték meg a hivatalban lévő elnököknek a hatalmát, és hát 2010, illetve 20 között Kirgisztán a parlamentáris kormányformával is kísérletezett. Most ugye a legutóbbi forradalom és népszavazást és alkotmánymódosítást követően, amit Anton is említett, úgy tűnik ők is visszatérnek az elnöki kormányzáshoz, ami hát általánosságban is ezekre a közép-ázsiai köztársaságokra jellemző. Na most hát én azt gondolom, hogy a fennmaradó 3 belpolitikailag mindenképpen stabilabbnak bizonyult rezsim, ugye Kazaksztán, Türkmenisztán, és hát én azt gondolom azért még Üzbegisztán is, összességében hát autoriter rendszerek, egyfajta elnöki diktatúra mindhárom ország, ugyanakkor azért komoly, árnyalatnyilván komolyabb különbségek is már a politikai színezetükben megfigyelhetőek, tehát Türkmenisztán, ahogy Anton is elmondta, egy észak-koreai szintű, külpolitikailag is rendkívül izolált állam, gyakorlatilag sztálinista szintű személyi kultusszal megspékelve mindezt, ugye talán a járvány közepette érdemes megjegyezni, hogy Türkmenisztán ugye hivatalosan még mindig legalábbis hát a rezsim szerint ugye a világ koronavírus, egyik koronavírusmentes országa. Na most, ami Üzbegisztánt és Kazaksztánt illeti, a közelmúltban mindkét országban egy menedzselt, irányított elnöki utódlás, illetve hatalom átadás zajlott le. Ugye Kazaksztánban 2019-ben lemondott, sokakat meglepve Nursultan Nazarbayev elnök, és hát a korábbi külügyminiszterének adta át a hatalmat. Ugyanakkor sokak szerint ez nem valódi távozás volt, inkább csak háttérbe vonult a Nemzetbiztonsági Tanács nevű továbbra is igen befolyásos testület elnökeként hát tartja Nazarbayev a kezét ugye a kazak politika ütőerén. Üzbegisztánban pedig 2016-ban elhunyt Iszlom Karimov elnök, ahogy ezt Anton is említette, de hát úgy tűnik, hogy ott is el volt már rendezve az utódlás kérdése, mert rácáfolva számos nyugati elemző várakozásaira, tulajdonképpen kösebb zökkenők nélkül
Karimov korábbi miniszternöke, Savkat Mirziyoyev elfoglalta az államfő pozíciót, és 2016 óta ő vezeti az országot. És hát ennek kapcsán érdemes kiemelni, hogy bár az elején Mirziyoyevet sokan egy ilyen átmeneti figurának, ugye a titkosszolgálati vezető bábjának, Rusztem Inoljátov bábjának tartották, de ehhez képest most már így közel 5 év távlatával azt kell mondanunk, hogy egy meglepően autonóm és proaktív politikai aktornak bizonyult Mirziyoyev, és hát egy komoly liberalizációs programba kezdett, tehát azt azért túlzás lenne állítani, hogy Üzbegisztán a demokratizálódás útjára lépett, de mindenképpen nagyon komoly gazdasági és politikai liberalizációs lépések történtek, és hát talán ami még a mi szempontunkból ennél is fontosabb, hogy egy külpolitikai nyitás is kíséri ezt, tehát Üzbegisztán, ami Karimov elnöksége alatt, hát majdhogy nem rosszba volt szinte minden szomszédjával, majd későbbiben erre is kitérhetünk, ugye határviták, vízmegosztási viták terhelték ezt a viszonyt. A szomszédság politikában Mirziyoyev nagyon komoly áttörést ért el, és hát tulajdonképpen Üzbegisztánnak a nagyhatalmak, akár Kína, akár Oroszországra, akár az Amerikai Egyesült Államokra gondolunk, ezeknek a nagyhatalmaknak a viszonylatában is szeme láthatóan törekszik a kapcsolatok javítására, illetve hát láthatóan most már az üzbék stratégiai és külpolitikai gondolkodás horizontja az Közép-Európára is akár kiterjed, és hát Magyarországgal, ugye, mint a türk tanács egyetlen európai tagállamával is keresik láthatóan a kapcsolatokat. Köszönöm. Bocsánat, hogy egybe csatlakozzak a Palihoz, ugye nem tagállam, hanem megfigyelői. Megfigyelői státuszban. Igen. Tehát, hogy nevezessük félre, ha biztos csak ugye nyelvbotlás volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ugye valahogy úgy szólt az eredeti kérdés, ugye Viktor, hogy mi változott, vagy mi történt annyira, hogy most itt ilyen érdekessé vált hirtelen a régió. Kicsit így nem megismételve, de rácsatlakozva a két jó barátom és kollégám mondandójához, én tulajdonképpen egy szóval lehet összefoglalni valóban, és ez a nyitás, de ugye jó kérdés, hogy miért lett nyitás. És ez nagyon furcsa, mert tulajdonképpen egy személyes és egy globális tragédia miatt nyit a két legerősebb állam. Ugye hát már megbeszéltük, hogy az Üzbegisztán erőskező és bezárkózó elnöke halála után egy progresszívabb vezetés jött. De, és szokott erről szó esni a szakmai diskurzusban, de valójában a kazakh nyitás, a kazakh váltást is az üzbég elnök halál okozta. Ugyanis semmiképpen nem szerettek volna abban a helyzetbe kerülni Kazaksztánban, hogy nincs előkészítve a hatalom átadása. És ezért is alakult ki ez az egyfajta, hát még nem is onnan duális rendszernek, mert valójában Nazarbajev irányítja meggyőződésem szerint stratégiai szinten országot, operatív szinten, pedig Tokajev, de valójában akkor gondolkodtak el igazán, hogy mi van akkor, ha. És nem biztos, hogy Kazaksztán esetében annyira simán ment volna a hatalomváltás, ugyanis nem az etnikai problémák miatt, hanem egész egyszerűen olyan nagyhatalmi érdekek és olyan, hogyha most ilyen szempontból mondjuk etnikum, de egyre csökkenő arányban mondjuk Oroszország szerepe az országban sokkal erőteljesebb, és ugye az ország területe sem feltétlenül tükrözi az etnikai területet, hogy így fogalmazzunk, és akkor még nem beszéltünk az egyéb érdekekről, tehát nem az iszlamista veszély állt fenn, hanem inkább a nagyhatalmi játékoknak a veszélye, ami azért jóra nem szokott vezetni az erőforrásokban gazdag országok esetében, hogy fogalmazzunk így. Üzbegisztán esetében egyébként több évszázados, vagy talán még hosszabbra viszonyuló hagyománya van
azért ennek a konszenzusos hatalomátörökítésnek, ha jól tudom, pont az oázisokon alapuló együttélési kényszer miatt azért ezek a dolgok nem olyan hektikusan zajlanak, mint ahogy most ezt némiképpen meglepően láthatjuk Kirgizisztán esetében is, ahol viszont a történelme nem predesztinálja arra egyébként az országot, hogy ezeket jelentős történelmi tapasztalattal le tudják kezelni. Tehát az egyik dolog ez, hogy egy tragédia következtében váltás és nyitás következett be, de a nyitás például Kazaksztán esetében egy olyan, hát hogy mondjam, ilyen egy fekete humorral, hogy okos módon oldották meg, hogy mivel látták, hogy óriási felfordulást okoz a Covid, ezért úgy határoztak 2020 őszén, hogy ezt a helyzetet nem csupán egy tüneti, felületi válságkezelésre fogják felhasználni, hanem egy teljes gazdasági és társadalmi átstruktúrálásra is. Ami nem azt jelenti, hogy átalakítják liberális demokráciává az országot és a klasszikus kapitalizmussá, de mégiscsak több lehetőséget adnak a társadalom egyes rétegeinek, akár a hatalommal való részvételre, akár a véleménynyilvánításra. Másrészt pedig készülnek arra a korszakra, amikor az erőforrások, amiken ők ülnek, már nem lesz ennyire fontos. És ne felejtsük el, hogy a kőolaj, földgáz azért a különböző okok miatt terjedő elektromobilitás okán és a szén-dioxid kibocsátási normák szigorodása okán csökkenni fog. És miben gazdag még Kazaksztán? Ugye urániumban, és hát az urániumot leginkább az atomenergiához szoktuk felhasználni, aminek nem áll túlságosan jól a helyzete globálisan, tehát nyilván ők nem abban gondolkodnak, hogy 50 éven belül mi lesz, hanem hogy akkor évszázadok múlva is az ország prosperitását biztosítani tudják. Egy szó mint száz, ezek a nyitások adnak lehetőséget arra, hogy ne csupán a nagyhatalmak az elnökökkel való alkuk keretében tudjanak nagy üzletet kötni. Ne felejtsük el, hogy a francia Bouygues cég építette a világ legnagyobb mecsetét egyébként Asgabatban, Türkmenisztán fővárosában. Nem finnyáskodtak elfogadni az 1 milliárd eurót cserébe, hogy ezt ők ott megépítsék, miközben nyilván a politikusaik a nyilvánosság előtt az emberi jogok megsértéséről és diktátor hatalmáról beszéltek az ország kapcsán. Tehát itt talán azt is mondhatom, hogy azt gondolom, erre még fogunk beszélni, hogy a kisebb és közepes országok is labdába rúgjanak, és azt is látni kell, hogy azok az országok tudnak különböző befektetésekhez, beruházásokban való részvételhez hozzájutni, vagy akár bizonyos termékekkel kereskedni, hogy a politikailag, és hát egyes esetekben akár kulturálisan is jó kapcsolatot ápolnak az adott országgal. Tehát az üzbegisztáni és kazaksztáni látogatását a magyar kormánydelegációnak is ebben a kontextusban érdemes tekinteni, hogy itt nem arról van szó, hogy egy nyugat-európai országhoz kiküldünk egy szerződést egy cégként, és utána van biznisz, mert akkor jó az ár is, hadd menjen. Itt az egész kultúra, az üzletelés kultúrája olyan, hogy fontosak a személyes kapcsolatok, és ez igaz politikai szinten is. És azt se felejtsük el, hogy ahhoz például, hogy ugye most pont mai hír, hogy és nem tudjuk, hogy ez így lesz-e, vagy sem, csak a lehetőséggel játszunk el, hogy például az OTP, hogy mondjuk Üzbegisztánban piacra lépjen, de akár Kazaksztánt is mondhattam volna, vagy kaukázusi országokat is, az elképzelhetetlen anélkül, hogy ez a felső politika által ne lenne letárgyalva. Tehát mindig, amikor Közép-Ázsiáról, de egyébként a Távol-Kelet több országa kapcsán is beszélünk hasonlóról, akkor mindig ennek fényében kell értékelni a politikai kapcsolatokat és a baráti látogatásokat. Köszönöm. Köszönöm én is. Igazából pont ebben az irányban akartam itt tovább a beszélgetést. Mindegyik őtök említette a nagyhatalmaknak a szerepét a régióban, és valóban ez egy ilyen visszatérő igazság a régióval kapcsolatban, amit mindig megállapítunk, hogy a külső nagyhatalmaknak a szerepe az meghatározó régió élete szempontjából. Van ebben valami változás? Hogy gondoljátok? Vagy esetleg létezik olyan, hogy a régió egyfajta önálló, különutas politikát tudna véghez vinni? Vagy továbbra is egyszerűen marakodnak a nagyhatalmak a régió fölött, és egyszerűen ez fogja befolyásolni a kisebb országnak a mozgásterét. Anton, hogy látod ezt? Én úgy látom, hogy sajnos továbbra is egyfajta játszótere a nagyhatalmaknak a régió. Nem voltak eddig kísérletek
regionális együttműködésekre, pontosabban voltak kísérletek, amelyek elbuktak, de semmi komolyabb nem történt. Az elmúlt években Üzbegisztán megnyitásával, mintha az látszana, hogy elindultak egyfajta közös együttműködés irányába. 2018-ban és 19 végén is voltak közép-ázsiai szintű, közép-ázsiai vezetőknek a találkozói meg voltak tartva. Korábban ilyen, ez elképzelhetetlen volt, olyan rossz volt a kapcsolat az államok között. Szemléletes példa Üzbegisztán és Tadzsikisztán között el volt aknásítva a határ, a vasútvonalat pedig, a szovjet időben megépült vasútvonalat pedig felszedték. Ilyen szinten volt a konfliktus az államok között, és remélhetőleg ez most javulni fog, és valamiféle elindul kölcsönös nyitás és egy közös piac létrehozásának az igénye. Ugyanakkor továbbra is az jellemző, hogy lényegében Oroszország és Kína dominálja a közép-ázsiai politikai szférát. Itt alapvetően azért öt aktort említenék. Oroszország és Kína mellett jelen van Törökország, Egyesült Államok és Európai Unió. Nyilván az utóbbi három kisebb szinten, Oroszország és Kína az, amely igazán jelentős a térségben. Oroszország egy, hát úgy fogalmaznék, hogy egy fokozatosan teret veszítő nagyhatalom, és Kína az, amely az elmúlt két évtizedben fokozatosan elnyeri Oroszország pozícióit. Ez jól látható például a kétoldalú kereskedelemben. Korábban a 2000-es évek elején nagyjából 15-szer akkora volt a kereskedelem Közép-Ázsia és Oroszország között, mint Közép-Ázsia és Kína között. Most már kínaiak megelőzték, azt hiszem 15-16 környékén megelőzték Oroszországot, és már bőven több nagyobb a külkereskedelmük, mint Oroszországnak. Kazaksztán az egyetlen ország, amelynek Kína még nem a legfontosabb kereskedelmi partner, hanem Oroszország. Mindegyik más országnak már Kína. Ők osztogatják, mármint kínaiak osztogatják legnagyobb befektetéseket, mentőcsomagok, kínai vállalatok elég aktívan részt vesznek ezekben az országokban. Úgyhogy ez egy olyan trend, amely az elmúlt évtizedben indult, és töretlenül folytatódik. Tehát Oroszország nem nagyon tud mit tenni, annak ellenére, hogy a saját integrációs szervezeteiben próbálja bevonni a feleket, ugye ilyen az Eurázsiai Gazdasági Unió, nem jártak túl nagy sikerrel. Az Egyesült Államoknak az a politikája, hogy távol tartsa Közép-Ázsiát Oroszországtól és Kínától. Az elmúlt években is azt láthattuk, hogy olyan támogatásokat próbálnak nyújtani, amelyek fejében kicsit távol tarthatják Pekingtől és Moszkvától. Feleket Mike Pompeo előző külügyminiszternek volt pont tavaly év elején egy nagy körútja Közép-Ázsiában. Azt hiszem az öt közép-ázsi országban háromban vagy négyben is járt. Európai Unió pedig inkább energetikai szférában érdekelt, mert évek óta szó van a transzkaszpi gázvezeték kiépüléséről. Ugye említettem, hogy Türkmenisztán a világ negyedik legnagyobb gázkészlete fölöttül, és energia diverzifikáció miatt Európának fontos lenne, hogy hozzájusson ezekhez a készletekhez. Itt több dolog merül fel, egyrészt egy ilyen ideológiai vonal, mert nyilván a világ egyik legdurvább diktatúrájával üzletelni nem annyira egyszerű, vagy pozitív az Európai Unió Brüsszel szempontjából. Másrészt pedig hát a szomszédok sem örülnek neki, örülnek ennek a gázvezeték megépülésének. Tehát gyakorlatilag a türkmén gáz európai eljuttatásának a legnagyobb akadályozói Irán és Oroszország, amelyek rendre megfúrták eddig a vezeték kiépítését, és Azerbajdzsán is kivette maga részét, ott gázkészletek miatti viták következtében. De Európai Unió szempontjából ez talán az energetika kérdése a legfontosabb,
a legfontosabb szempont, de azt is látjuk, hogy európai cégek, ahogy Laci is említette, egyre aktívabbak egyébként a térségben befektetésekkel, főleg Kazaksztánban és most már Üzbegisztánban. Tehát ez az irányú kereskedelem irányú folyamat is megindult. Hát egyetért ezt azzal, hogy igazából továbbra is a nagyhatalmak játszótere a régió, és elsősorban Kínának az erősödése a meghatározó? Hát kezdjük ott ugye, hogy azért sokáig a térséget azt elsősorban Oroszország játszóterének és hát kvázi hátsó udvarának tekintették sokan. Na most, hát az a helyzet, hogy a katonai hard power tekintetében, hogy így mondjam, azért még mindig a nagyhatalmak közül Oroszországnak talán a legjelentősebb a közép-ázsiai jelenléte. Ugye az 5 köztársaságból 3, Kazaksztán, Kirgisztán és Tadzsikisztán, az része az orosz vezetésű védelmi blokknak, hát egyfajta ilyen talán ellen NATO-ként is definiálható kollektív biztonsági szerződés szervezetének, és ugye ebben a 3 országban, tehát még egyszer Kazaksztánban, Kirgisztánban és Tadzsikisztánban katonai bázisokat is fenntart Oroszország. Na most Türkmenisztánnak, illetve Üzbegisztánnak sikerült nagyobb távolságot tartani az oroszoktól, tehát az ő területeken nincs már orosz katonai jelenlét, illetve hát az orosz védelmi szövetségnek sem részesei. És hát, ahogy itt Anton is említette, Oroszország törekszik egyfajta gazdasági reintegrálására is ennek a posztszovjet közép-ázsiai térségnek, de ez jóval kevésbé sikeres, mint a katonai befolyás, tehát ugye az Eurázsiai Gazdasági Uniónak Kazaksztán és Kirgizisztán a tagja, és a többi közép-ázsiai országra az nem sikerült kiterjeszteni, és hát valóban azt látjuk, hogy gazdasági téren inkább már Kína nyomul, ha szabad így kifejeznem magam, ugye valóban külkereskedelemben, ugye Kazaksztán kivételével már mint importpartner a közép-ázsiai köztársaságok számára, ugye Kína az megelőzte Oroszországot, illetve hát az övezet és út projekt keretében is nagy arányú infrastruktúrális beruházások állnak kivitelezés alatt, ugye az energetikai, illetve közlekedési infrastruktúrához kapcsolódóan elsősorban. Ugyanakkor Kína katonai jelenléte Oroszországhoz képest egészen minimális, ugye Tadzsikisztánban hát tartanak fönn egy ilyen drogcsempészet elleni rendőri bázis hivatalosan, amit hát azért a szakértők nagy része katonai bázisnak gondol. De tulajdonképpen talán a két nagyhatalom, Oroszország és Kína viszonya azért nem annyira konfliktusos ebben a térségben, mint várhatnánk, mert ugye hát azért hosszabb távon stratégiailag mégiscsak egymás riválisainak tekinthetők, de tulajdonképpen ehhez képest egész harmonikus ez a viszony, mert mintha kialakult volna egyfajta munkamegosztás, hogy ugye gazdaságilag és fogyasztási cikkek tekintetében különösen Kína az, ami egyre inkább ellátja a régiót, és hát a katonai terrorizmus ellenes védőernyőt kvázi, az pedig inkább Oroszország biztosítja. És hát azért még egy faktorra fölhívnám a figyelmet, ami talán azért a kínaiakkal szemben viszont még mindig az oroszok javára szól, nevezetesen ez a kulturális faktor, vagy kulturális előny. Tehát azt azért látni kell, hogy ezekben a
az országokban, különösen itt van azt gondolom egy régión belüli választóvonal, tehát Kazasztán és Kirgizisztánnak a északi része különösen a sokkal erőteljesebben ruszifikált, mint Közép-Ázsiának a déli része, tehát mint Üzbék, Türkmen, Tadzsikisztán, és hát ezekben az országokban ugye a sajtónak, a popkultúrának a nyelve az azért mind a mai napig elsődlegesen az orosz, és hát azért a közép-ázsiai országok közvéleménye is egyébként, talán ez is meglepő bizonyos mértékig, de inkább orosz barát, ezzel szemben különösen Kazahsztánban és Kirgisztánban mostanra, hát többek között az övezet és út projekt meglehetősen invazívnak tűnő beruházásai miatt is eléggé látványosan felerősödött a Kína ellenesség, ugye ez pont minapi hír, egy-két napja olvastam, hogy megint ugye az ilyen kínai földfoglalások elleni tüntetések voltak a kazah nagyvárosokban. Jó, hát Kínához és Oroszországhoz képest ebbe már nem akarok részletesebben belemenni, de én azt gondolom a nyugati jelenlét, illetve érdekeltségek azok azért sokkal limitáltabbak. Ugye az Amerikai Egyesült Államok számára igazából leginkább Afganisztán miatt volt fontos a térség, ugye közvetlenül a talibán elleni hadműveletek idején akkor amerikai bázisok működtek Üzbegisztánban, illetve Kirgisztánban is, de azóta már mindkét országból támasztak az amerikai katonák, és hát ezekkel a közép-ázsiai rendszerekkel, amik ugye nem mint a demokráciák, hát az emberi jogi szempontokból, hogy mondjam, finnyásabb demokrata elnöki adminisztrációk, például Üzbegisztánnal ugye nem ápoltak különösebben jó kapcsolatokat. A Trump adminisztráció, ami hát ilyen emberi jogi vagy demokrácia export szempontokra kevésbé volt kényes, ők azért próbálták a különösen gazdasági téren az együttműködést előre lendíteni, tehát ezt ahogy itt Anton is említette az előzőekben, ugye tavaly évelején fölkereste Mike Pompeo, amerikai külügyminiszter többek között Taskentet is, és hát én is azt gondolom, hogy itt az amerikai stratégiai gondolkodás szempontjából itt a legfontosabb imperatívus az Kína, különösen a Trump adminisztráció számára, hogy a Kína térnyerésének a feltartóztatása. Köszönöm. Laci, hozzád fordulnék, és kicsit megváltoztatva a kérdést. Ugye az volt az alapvető kérdés, hogy a külső nagyhatalmak szerepe továbbra is csak a meghatározó, vagy vannak olyan belső folyamatok, amely egy önálló külpolitikát lehetővé tesz a térség számára, mert nyilván egyfajta integrációt is feltételez. Ha a türk tanácsot ítéljük meg ebben az aspektusban, akkor te hova tennél a türk tanácsok a szerepére? Belső folyamat, vagy itt is a mondjuk Törökország szerepe az, ami azt gondolod, hogy... Köszönöm szépen. Nehéz lett volna mit már hozzátenni egyébként is az Anton és a Pali által elmondottakhoz. Annyit azért megegyeznék, hogy az álláspontom az a Palihoz áll közelebb. Például én nem tartom szereplőnek az Európai Uniót a térségben, semmilyen módon. Ezt eléggé hosszan meg is indokoltam egyébként tavaly egy cikkemben. Egyébként Törökország talán, hogyha ugye most egy hosszú évig el volt foglalva saját magával, tehát most talán egy újabb expanzió jön. Annyiban egy kicsit vissza kellene még menni, hogy az egész honnan indult, tehát a függetlenné vált tagország ugye most a 30. év mindegyik esetében az évforduló. A függetlenségnek teljesen logikus lett volna egy akár csak laza, ilyen visegrádi típusú együttműködés az országok között, hiszen közös kulturális, nagyrészt közös kulturális nyelvi történelmi gyökerek vannak, kivéve persze Tadzsikisztánt, ahol az ilyen jellemzően más nem türk népek élnek feltétlenül.
Mégsem történt ez, sőt, tulajdonképpen mindegyik ország bezárkózóvá vált. Amikor én, hát nem is tudom már, vagy 12-13 éve mentem csak itt a határvillangásokra, hogy visszautaljak, a Taskent és Szamarkand közötti autópályáról le kellett térni majd, hogy nem földutakra, mert hogy az volt egy ilyen beszögellés Kazaksztán területéről, és a kazakok úgy döntöttek, hogy akkor azt ott nem lehet használni. És akkor ki kellett kerülni. Szóval nagyon bezárkózók voltak. Azt tudom, csak nem akarom rabolni az időt, hogy az endogén regionalizációra jó esélyek lettek volna, de nem élt senki vele. Valószínűleg az akkor a hatalomra lépett vezetők ráéreztek annak az ízére, hogy jobb itt a saját kis országot irányítani teljes hatalommal. Másrészt pedig ne felejtsük el, hogy nemzetállamépítés korszaka kezdődött, hiszen ezek az országok, mint nemzet, vagy mint ország, ilyen nevű ország, nem létezett. Tehát, hogy nagyobb birodalmak részeként nyilván megvoltak, de a nemzeti identitásban nem volt szerepe az államiságnak így ilyen névvel és ilyen területiséggel. Most nagyon messzire vezetne a Pali, ezt egészen jól 3 órás előadás keretében le tudná vezetni, hogy ott akár csak a szovjet időszakban is határok hogyan változtak és a nevek. De egyszerűen az endogén regionalizációra nem volt lehetőség, ezért törvényszerű, hogy exogén regionalizációra került sor. Ennek az eklatáns példája az Eurázsiai Gazdasági Unió, amelyiknek van szervezete, titkársága, és hát még ugye a különböző nemzetközi jogi aspektusai is, és hát tulajdonképpen egy vámuniónak tekinthető. Ezeken kívül mindenféle furcsa nevű szervezetek jöttek létre, amiknek az égvilágon semmilyen szerepük nem volt, illetve lehetett volna, de senki nem töltötte meg tartalommal, és az általad felvetett türk tanács egy jó példa lehetne egyfajta exogén regionalizációra, de valójában ugye itt nincs is benne mindegyik ország, csak Üzbegisztán és Kazaksztán a része. Türkmenisztán, ahogy Anton is említette, hiába udvarolnak neki a megalakulás útta, azóta ellenáll, illetve részt vesz minden ülésen, és minden mindig ott van, de valamilyen még csak nem is megfigyelő státuszban. Szóval ők klasszikus és hagyományos módon kivárnak, hát Tadzsikisztán pedig nyilván nem feltétlenül akart ők tanács tagállammá válni. Úgyhogy ezt azért nem tekinteném az egész régió szempontjából iránymutatónak, mert valóban Törökország alapvető érdekei mentén jött létre. Ráadásul akkor értékelődött fel a türk tanács szerepe, amikor kudarcot vallott Törökország európai integrációja. Ezt a vonalat se felejtsük el, de azt is hozzá kell tenni, hogy Törökországnak hagyományos terepe a térség, hiszen itt a legkönnyebb üzletet kötni, a legkönnyebb terjeszteni a kulturális és oktatási dolgaikat. Hát Kirgizisztánban én magam jártam olyan egyetemen, ami konkrétan török üzletemberek által lett alapítva, és rendkívül sok általános és középfokú oktatási intézmény kapcsolódik a térségben. Ezeknek egy része egyébként gülenistákhoz volt kapcsolható, tehát ilyen szempontból az anyaországgal való kapcsolat meggyengült az utóbbi évek történései miatt, de most úgy tűnik, hogy Törökország komolyabban veszi ezt a szerepet, hiszen ő maga is még a középhatalmi státuszon belül is azért szeretne feljebb lépni, és erre logikus lehetősége erre adódik. Egy megjegyzés a Kína versus Oroszország befolyásával ról. Igen, tehát a Kína, mivel ezek az országok azért egy eléggé jó gazdasági növekedést mutattak az utóbbi években, nyilvánvalóan egy bizonyos már a fogyasztási cikkek fogyasztása vagy vásárlása fog növekedni, ezért a kínai fogyasztási cikkek exportja, illetve még hozzátém a török fogyasztási cikkek exportja erősödött a térségbe, miközben a beruházási javak tekintetében igen, tehát ott azért az európai cégek, illetve a nyugat-európai cégek labdába rúghatnak. Egyébként van olyan ország, amelyiknek az esetében Amerika is ott van a top 5, illetve Olaszország, azt hiszem a Kazaksztán esetében a top 5 partner között. Tehát ilyen szempontból ott van mit keresni. Ők, az oroszok rendkívül mélyen ott vannak kulturálisan, ugye ez nem a szovjet időkben kezdődött, hanem már 1800-as évek elejétől. Egyébként kis érdekesség, hogy csak úgy, mint Moldovában, tehát sok ember fejében az a tévképzett él, hogy az oroszok ezekben az országokban csak a Szovjetunió birodalommá válása okán mentek oda. Tehát valóban a lingua franca az az orosz, a
politikai elit is oroszul beszél, a gazdasági elit oroszul beszél, hogyha Asztana utcáján sétálunk, vagy éppen Biskek utcáján, akkor is oroszul beszélnek körülöttünk. Úgyhogy ezért, ugye emlékszem, Antonnal volt egy kb. 3 évvel ezelőtt egy ilyen rendezvény még a Pageóban, ahol itt ugye fixált szerepekben kellett védeni a két álláspontot, és akkor ugye a közönséget sikerült arról meggyőznünk a kollégával, hogy akkor mégiscsak az oroszok állnak egyelőre jobban. Ezt továbbra is így tartom, és valóban a kínaiak, a nép, hogy most ilyen elcsépelt szavakat mondjak, a népkörében azért a kínaiak nem annyira népszerűek, és ne felejtsük el azt sem, hogy bármennyire is próbál kontrollálni a híreket minden oldalról, de azért az ujgurokkal kapcsolatos hírek elbizonytalanítják az egyébként velük rokonságban álló kazakokat is. Tehát azért ennek van egy fontos szerepe, és adott esetben ezek a nemzeti érzelmek, amit éppen egyébként ezek a nemzetállamot építő elitek alakítottak ki, és húznak fel a maximumra, ezek adott esetben átcsaphatnak majd abba is, hogy ennek mentén fognak ellenállni a kínai terület és gazdasági térfoglalás kapcsán. Csak hozzátehetek gyorsan. Csak annyit itt még az orosz-kínai dihotómiához, hogy az elmúlt egy évben szerintem ez a fajta befolyásszerzés eléggé felgyorsult Kína javára. Tehát én korábban is azt láttam, hogy Oroszország sorra veszíti pozícióit. Nyilván ez legtöbb állam esetében mindig erősebb orosz befolyást jelent, mint kínai befolyást, de ha ezeket a trendeket kiterjesztjük, akkor szerintem éveken belül megfordul a helyzet. Ugye az elmúlt egy év a koronavírus járvány miatt érdekes, több szempontból is. Az egyik az Oroszországban dolgozó emberek hazautalásai miatt, ugyanis az 5 érintett államban, 3-ban ezek nagyjából GDP harmadát teszik ki. Tadzsikisztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán esetében durván 30-33%-át a GDP-nek az Oroszországban dolgozók hazautalásai tették ki, és ezek az emberek mind haza kellett, hogy menjenek a koronavírus miatt. Ez részben megbolygatta ezeket a gazdasági viszonyokat, és hát közel se biztos, hogy majd visszatérhetnek, vagy ugyanilyen formában visszatérhetnek Oroszországba. Lehet, hogy ők más államokba, akár Törökországban, nem tudom, arab országokba, vagy Kínába mennek dolgozni. Tehát az a kialkult rendszer, amely évtizedeken keresztül működött, az most hirtelen felbomlott, és egyrészt nem is látszik a vége, hogy hogy ezek az emberek mikor térhetnek vissza, és nem is biztos, hogy ugyanilyen formában fog történni. A másik ilyen dolog pedig a vakcina diplomácia, hogy a Kína nagyon ráerősített, aztán Oroszország végül is próbálja megfogni Kínát ebben a tekintetben, és még Türkmenisztán is, ahogy Pali említette, ahol hivatalosan nincs koronavírus, de még ők is elkezdtek oltani, és gyakorlatilag minden országban elindult már az oltás, van, ahol Tadzsikisztánban például a COVAX együttműködés keretében, de mindenhol vagy kínai, vagy indiai oltóanyaga indult el. Az orosz oltóanyag az még csak folyamatban van, elvileg mindegyik ország szerződés kötött, vagy folyamatban van a szerződés kötés a vakcinával. Kazaksztán talán máshogy van, tudom, hogy Pfizerrel, vagy valamelyik nyugati vakcinával kezdtek, és most jutottak el a Sputnik végig, de a többi országban előbb kezdték el a kínai vakcinát, szerződést kötöttek az orosz vakcinával, de nem tudják, hogy megkapják-e abban a mennyiségben az orosz oltóanyagot, mint kellene. A kínaiak viszont ott vannak, és azt mondják, hogy tessék, ellátunk benneteket kellő mennyiségű vakcinával, úgyhogy ez a fajta diplomácia, egészségügyi diplomácia, és hogy hozzá lehet tenni tavaly évelején a fertőtlenítők, maszkok, stb. Ez mind Kínából érkezett, tehát ez a fajta diplomácia is azért meghozza a gyümölcsét. Köszönöm, azt hiszem, hogy ezt még tudnánk sokáig ragozni, hogy a külső nagyhatalmak milyen szerepet játszanak a régió életében, de lassan elérkeztünk az eseménynek a rendezvénynek a feléig, úgyhogy szeretném csak közönséget arra buzdítani, hogy nyugodtan fogalmazzanak meg kérdést, küldhetik nekem direkt message formájában az üzenetet, de akár a Q&A klikre kattintva megfogalmazhatnak mindenki számára kérdéseket, vagy ha specifikusan egy-egy szakértőnek szeretnének, akkor kérem azt is írják oda.
Az első kérdésünk meg is jött közben, ami egy az egyben szó szerint az a kérdés lett volna, amit mindenképpen szerettem volna még a szakértőknek feltenni, hogyha ilyen nagyon fontos és meghatározó továbbra is a nagyhatalmak szerepe, van-e lehetőség arra a kisebb szereplőknek, hogy labdába rúgjanak mellettük? Ez különösen érdekes Magyarország számára, ahogy említettük is, a magyar miniszterelnök jelenleg Üzbegisztánban van. Tehát mi a lehetősége az olyan kis országoknak, mint Magyarország, és hogyan illeszthető be például Magyarország multivektoriális külpolitikájába ez a régió, mint meghatározó irány? Pali, veled kezdenem akkor ebben az esetben. Jó, hát ami ugye a középsúlyú, illetve kisebb külső és hát belső aktorok szerepét illeti. Egyrészt talán, ugye, amiről nem beszéltünk, még így hangsúlyosabban, hogy maga a szóban forgó öt köztársaság közül tulajdonképpen van-e olyan, amelyik hát valamiféle regionális hegemon szerepre törekedhet a többi fölött, és hát azt gondolom ebben a tekintetben egyértelműen két ország emelkedik ki potenciálisan, Kazaksztán, illetve Üzbegisztán. Ugye Kazaksztán hát bizonyos dimenziói szédítőek, ugye egy akkora méretű országról van szó, mint India, igaz, erre kevesebb, mint 20 millió lakos jut, ugyanakkor energiahordozókban rendkívül gazdag, szénhidrogénekben is, ahogy ez elhangzott, és hát gazdasági fejlettségében, ugye egyfőre jutó GDP-ben messze-messze kiemelkedik a többi közép-ázsiai köztársaság közül. És hát külpolitikailag is eddig legalábbis Kazaksztán volt ugye a legaktívabb, ahogy elhangzott, ugye regionális, akár védelmi, akár gazdasági integrációkban, együttműködésekben, ugye leginkább Kazaksztán vett részt. Na most a másik hát potenciális kandidáns a regionális vezető szerepre, az pedig Üzbegisztán, ami hát, ha pusztán a számokat nézem gazdaságilag, bár egy erőforrásokkal szintén bőven megáldott ország, de hát ha mondjuk az egyfőre jutó GDP-t nézem, akkor Kazaksztánhoz képest azért Üzbegisztán még mindig egy nagyon szegény ország, és hát bizony egyfőre jutó GDP tekintetében közelebb áll talán Kirgisztánhoz és Tadzsikisztánhoz, mint a nagy szénhidrogén exportőr Kazaksztánhoz, vagy Türkmenisztánhoz. De ugyanakkor Üzbegisztánban azért nagyon komoly a potenciál. Tehát ugye egyértelműen a térség legnépesebb állama, a több mint 30 milliós lakossága, hát ez ugye azt jelenti, egy durván 1000 milliós régióról beszélünk, hogy Közép-Ázsia, Posztszovjet Közép-Ázsia népességének csak nem fele az Üzbegisztánban él. Illetve hát ha még azt is hozzáveszem, hogy a környező országokban mindenhol él üzbég kisebbség, tehát Kirgisztánban, Tadzsikisztánban, Afganisztánban is egyébként, hát akkor meg lehet kockáztatni a kijelentést, hogy Közép-Ázsia lakosságának csak nem a fele az etnikai üzbég, ugye tulajdonképpen. Az országnak a lokációja is ugye rendkívül központi, ami hát egyfelől persze hátrány is lehet, ugye Liechtenstein mellett, ugye Üzbegisztán a világ másik duplán kontinentálisan zárt országa, tehát szintén kontinentálisan zárt országok veszik körül, de ugye Afganisztán mellett határos a másik négy köztársasággal is, tehát mindenfajta energetikai közlekedési koridor projekt a térségben, az nyilván Üzbegisztán nélkül nehezen valósulhatna meg, és hát megint csak röviden említeném a kulturális faktort, tehát a közép-ázsiai iszlám civilizációnak a legjelentősebb történelmi központjai, Buhara, Szamarkand, Hiva,
történelmi városai, ezek mind ugye a szovjet korszak nemzetépítésének és delimitációnak köszönhetően, de Üzbegisztán határai közé kerültek. Tehát én azt gondolom, hogy hosszabb távon Üzbegisztánnak egy hangsúlyosabb vezető szerepével a térségben mindenképpen kell számolni, és hát itt jön be a képbe, amit a beszélgetés elején már szóba került, tehát az új elnök Shavkat Mirziyoyevnek a regionális nyitási programja, tehát Karimovval szemben, aki egy nagyon bezárkózó, izolacionista politikát folytatott, ugye Mirziyoyev úgy indította az elnökségét, hogy ellátogatott gyakorlatilag az összes szomszédos fővárosba, Türkmenisztánnal, Kazaksztánnal, számos bilaterális kereskedelmi energetikai megállapodást kötöttek, új határátkelőket nyitottak Türkmenisztán irányába, egyébként az Amudarja folyón egy új hidat is felavattak, és hát talán ami ennél is komolyabb előrelépés Kirgisztán vonatkozásában, ez egészen friss hír, március 25-én az új kirgiz elnök látogatott el Taskentbe, Szadir Dzsaparov, és ha a bejelentéseknek hihetünk, akkor gyakorlatilag sikerült megállapodni, lezárni egy immár 30 éve húzódó kérdést, a kirgiz-üzbék határ demarkációját, ahol tényleg voltak nagyon neuralgikus határszakaszok, tehát ugye ilyen komplett exklávék vannak kirgiz területtel körbevett négy üzbék exklávé beékelődve Kirgisztán területébe. Most úgy tűnik ezeknek a helyzetét, és hát például közúti összeköttetését az anyaországgal sikerült rendezni. Tadzsikisztán viszonylatában pedig hát az a nagy előrelépés, hogy valóban befejeződött a határ aknamentesítése. Ugye egyébként a kirgiz-üzbék határ is el volt aknásítva, de azt már ott már a 2000-es években felszámolták az aknazárat. A tadzsik határon ezzel viszont mostanáig kellett várni. És hát ami tadzsik-üzbék viszonylatban egy különösen neuralgikus pont volt, azok a vízmegosztási viták. Ugye a vízmegosztás tekintetében Üzbegisztán van a kiszolgáltatottabb pozícióban, hiszen a alsó folyás menti ország, ugye Üzbegisztán folyói, hát azok vagy Kirgisztánba, vagy Tadzsikisztánba erednek, és Tadzsikisztánban még a szovjet korszakban megkezdődött, tehát egy meglehetősen gigantikus vízi erőmű beruházás, az úgynevezett Rogungát, amivel hát az üzbék félnek kapcsolatban érthető aggodalmai voltak. Na most hát Karimov elnökségének az idején ugye Üzbegisztán, vagy Karimov elnök konkrétan háborúval fenyegette még 2012-ben is Tadzsikisztán. Hát olyan Karimovra jellemző stílusban ugye azzal fenyegette őket, hogy le fogják bombázni a Rogungátat. Na most ehhez képest azt gondolom egy nagy előrelépés, hogy Mirziyoyev, ahogy hivatalba lépett, ugye egyből olyan értelemben nyilatkozott, hogy amennyiben a tadzsik fél megfelelő vízmegosztási garanciákat biztosít, abban az esetben Üzbegisztán nem ellenzi tovább a gát befejezését. És hát talán még egy utolsó gondolat, hogy egyébként az üzbék-tadzsik együttműködésnek, ami talán ritkában szokott szóba kerülni, de ugye Afganisztán vonatkozásában is komoly perspektívái vannak. Az afgán helyzet az egyfelől bizonyos fokú fenyegetést jelent Tadzsikisztánra és Üzbegisztánra is, tulajdonképpen hát a 90-es években Tadzsikisztán, és hát Üzbegisztán is bevonódott igazából az afgán polgárháborúba. Újabban viszont az üzbégek békeltetőként próbálnak fellépni, és például közvetítenek a talibán, illetve az afgán kormány közötti béketárgyalásokon is. Köszönjük. Anton, te hogy látod az egy kis államoknak a lehetőségét, és különösen Magyarország számára? Tudom, hogy adatokkal is készítem. Igen. Én picit a konkrét adatokra térnék rá, illetve még először reagálnék a Türtanács kérdésére, azt is kérdezhet eredetileg, azt hiszem.
Én azt gondolom, hogy alapvetően, mivel ránk nézve kötelezettségekkel ez a szervezet nem jár, viszont számos előnnyel, gazdasági előnnyel, stratégiai előnnyel jár. Megfigyelői státuszú mindenképpen előnyös Magyarországra, hogy nézve, hogy részt veszünk benne, és külpolitikailag támogatjuk ezt az irányt is. Vetítenék gyorsan egy adatsort. Ezek KSH adatok. Látszik, ugye? Ezek KSH adatok, Magyarország áruforgalma Közép-Ázsiával. Itt arányosítottam, hogy a 2020-as adatok alapján mely az öt közép-ázsiai ország közül, ugye melyik országokkal volt a legnagyobb arányban kereskedelmi forgalmunk, és látszik ugye ez alapján, hogy Kazaksztán viszi tehát a külkereskedelmünk nagy része Kazaksztánnak bonyolódik le, ez nagyjából 70%, Üzbegisztán pedig durván 25%-os részesedéssel bír, és majd mindjárt mondhatok más adatokat is, de ez a Üzbegisztán aránya nagyon sokat nőtt az elmúlt időszakban, tehát korábban ez nem így nézett ki, és hát a legkisebb a Tadzsikisztánnak a legkisebb szerepe, ez gyakorlatilag 0%-os részesedéssel bír a kereskedelmünkben. Itt ugyanez az arány éves bontásban kifejezve, ugye az előző ábra egy 2020-as kimutatás volt, itt 2003-tól látható, hogy nagyjából milyen dinamikát futott be Magyarország külkereskedelme, ezek ugye arányok. Tehát Kazaksztán volt időszak, amikor Türkmenisztánnal is elég a kereskedelmünk egy nagy szelete Türkmenisztánnal is bonyolódott le. Ez most csak minimális, és akkor az is látszik, hogy gyakorlatilag 2014-15-től, pontosabban 18-tól indult egy növekedés az üzbék kapcsolatokban. Hogyha ezt import-export arányosan nézzük, így néz ki a magyar import 2003-tól kezdve 2020-ig, ez az, amit importálunk Közép-Ázsiából. Import tekintetében az látszik, hogy Kazaksztán gyakorlatilag az egyetlen fontos partnerünk. Ez az, amit ugye veszünk a térségből. Az exportforgalom viszont sokkal kiegyensúlyozottabb, bár ott is Kazaksztáné a főszerep, de látszik, hogy mennyire nőtt meg például Üzbegisztánnak a szerepe. És láttam, hogy volt kérdés itt konkrétan az egyes ágazatokra nézve is. Ugye Kazaksztánban például látszik, hogy 2020-ban nagyon megugrott a mutató. Ez elsősorban a gyógyszeripari termékeknek köszönhető, és ugyanez egyébként Üzbegisztán esetében is. Itt a koronavírus járvány alatt különösen ugye felértékelődött a magyar gyógyszeriparnak a szerepe, és ez látszik az adatokon is. Emellett azért különböző projektek is vannak. Kazaksztánban például néhány éve létrejött a kazak-magyar közvetlen befektetéseknek az alapja, ez főleg mezőgazdasági projekteket segít elő, de például napelemparkok is, magyar részvétellen napelemparkok is épülnek Kazaksztánban, Dél-Kazaksztánban. Aztán fontos részét képezi a exportunknak a gépi alkatrészeknek a forgalma, agrár termékek, mezőgazdasági termékeknek a forgalma, és egyébként, ha már OTP említve volt, mint lehetséges lehetőségekhez jusson Üzbegisztánba, itt azért a MOL-t is érdemes megemlíteni, amely Kazaksztánban évek óta egy jelentős piaci szereplő. És még egy adalék,
még két adalékot mondok a kérdéshez. Az egyik, hogy mennyire rúghatnak labdába a kis országok, ha már itt ilyen nagy kínai-orosz befolyás van. Hát mindig akkor lehet a legnagyobbat szakítani, úgymond, legjobb szerződéseket, legjobb dinamikát elérni, hogyha egy fejlődésben lévő lehetős államokkal üzletelünk, és az látszik, hogy Üzbegisztánban, Kazahsztánban van egy jelentős nyitási politika, elindult egy, tehát gyakorlatilag most lettek lehetőségek, amelyek korábban zártak voltak, ezeknek az államoknak, főleg Üzbegisztánnak a korábbi zárt politikája miatt ezek lehetőségek lényében nem léteztek, és most kell kihasználni a megnyúló lehetőségeket. Minden ország, amelynek van mit exportálni, az labdába rúghat ilyen feltételek mellett. Nyilván a kisebb szereplők kisebb mértékben, nagyobb szereplők nagyobb mértékben, de most van az időszak, amikor érdemes beszállni ezekre a piacokra. És akkor még egy adalék, mutatnék még egy ábrát. Ugye azt is érdemes megnézni ilyenkor a magyar üzleti köröknek, amikor piacra lépnek ezekben az országokban, hogy milyen feltételekkel találkoznak. Itt három indexet mutatok. A vállalkozás szempontjából ugye nem mindegy, hogy korrupció szempontjából hogy áll az adott ország. Másrészt az sem mindegy, hogy mennyire nehéz, mennyire túl bürokratizált egy rendszer, mennyire könnyű üzletelni abban az országban. És ezen paraméterek szerint, hogyha megnézzük a Doing Business Indexet, ez a legutóbbi 2020-as rangsor. Referenciaként Magyarországot is beleraktam, mi 52-ek vagyunk az indexen, azt hiszem 190 ország van a rangsorban, és van olyan ország, amely a régióban megelőz bennünket, ez Kazahsztán, ők 25-ek. Ez azt jelenti, hogy azt hiszem a rangsor 8-10 paramétert vesz alapul, mennyire könnyű vállalkozást nyitni, milyennek az adóterhek, ügyintézés menete, stb. Stb. És akkor ilyen paraméterek szerint Kazahsztánban kifejezetten kedvező az üzletnek a működtetése, és Üzbegisztán is nagyon jó pozícióban van. Tehát pont ugye a két említett ország, Pali úgy mondta, hogy mind a geopolitikai súlyukat, mind a lakosság arányokat nézve, a markáns, nagyon fontosak a régióban, és a Doing Business paraméter alapján kifejezetten jók az üzleti lehetőségek. A másik rangsorban már rosszabbul állnak ezek az országok, a korrupciós index, szintén tavalyi adatsor, ezen Kazahsztán szerepelt a csoportban a legjobban, 94-ek a rangsorban, ott pedig 179 országot vesz alapul a lista, és Üzbegisztán itt viszont csak 146. helyen van, habár ugye 2016-ban hatalomra kerülő új elnök egyik fő politika irányának tekinti a korrupció megszüntetését, és azért azt is érdemes elmondani, hogy több helyet javult az elmúlt időszakban, de korrupció terén a térség nem áll annyira jól. Ez ugyancsak elmondható hát Tadzsikisztánra is, Türkmenisztánra is, és Üzbegisztánra is. Kazahsztán ebből a szempontból előnyt élvezi. Úgyhogy én átadnám akkor a szót. Köszönjük. Laci, te egyetértesz ezzel? Ha a korábbi válaszaidból arra következtetnénk, hogy egyetértesz, hogy a magyar külpolitikát meg kell ragadni ezt az irányt. Viktor, engedélyezem nekem, hogy megosszak én is képernyőt, mert nem terveztem, de most tudnék rákapcsolódni, ahogy a kohortát teszem. Persze. Igen, most elvileg. Köszönöm szépen. Igen, egyébként azt mondani, hogy egyetértek abszolút, sőt, hogy amikor az a
a kritika éri a magyar kormányt, hogy mit keresünk mi keleten, és hát ez a keleti nyitás, ez a túlzott barátkozás mire fel, akkor azért egyébként azt látjuk, hogy nem az úttörők vagyunk mi itt, akár csak Közép-Európán belül is, hanem inkább már az utolsók, akik felkapaszkodnak a vonatra. Ehhez szeretnék mutatni egy képet, itt majd egy kicsit ugrálok. Hogyha megnézzük például Üzbegisztán esetében, most látom, ja, nem csak hogy is kell ezt, hogyan akarok megosztani. Nálam ez... Nem látom. Jajkon share screen. Okay. All panelists. Oké, okay, akkor all panelists. Na, rendben. Oké, okay, talán működik. Most nem tudom. Beállítottam, de... Így most nem látni, ugye? Még nem tudom, nem ahhoz, hogy kilőjem. Jajkon share screen. Oké, okay, na most megvan. Akkor itt vagyok, share, screen, tehát hogyha, így látni most? Igen. Tehát hogyha megnézzük, itt például Üzbegisztán 2018 évi importpartnerei között, hol állnak a kelet-közép-európai országok, akkor azt láthatjuk, hogy rendben, ugye a fő partnerek a klasszikus Kína, Oroszország, némiképpen meglepő módon Korea, de az a bányászati szektorral is összefügg, Kazaksztán és Törökország, de nézzük, hogy ki következnek utána, ugye itt a sorrendet láthatjuk. 8. helyen áll Lettország, 13. helyen Litvánia, 22. helyen Lengyelország, 24. helyen Ausztria, hogy egy közel-nyugati versenytársat is említsek, 26. helyen Csehország, és 33. helyen Magyarország, úgy, hogy egyébként láthatjuk, hogy a számaink javulnak. Tehát nagyon mélyről indulunk ezekben az országokban, de van esély, és akkor láthatjuk utána, hogy mondjuk Kisország, Szlovénia, Észtország, meg még Románia, Bulgária azért messze lemaradva állnak. De hogyha ezt megnézzük egyébként a következő Kirgizisztán esetében, akkor azt láthatjuk, hogy ott is előttünk van Litvánia, Lengyelország, Bulgária, Szlovénia, és csak utána következik Magyarország. Tehát abszolút van keresni valónk, hiszen jól láthatjuk, hogy nálunk kisebb országok jobb kereskedelmi pozíciót tudnak elfoglalni a termék export, illetve hát hogy az adott ország esetében import oldaláról, és még ugye Kazaksztánt, hogyha megnézzük, ami hagyományosan komoly partner, és még Kazaksztánban is jó mondjuk Lengyelország gazdasági ereje és nagysága indokolja, de a hasonló méretű Csehország, Románia, Ausztria, ezek előttünk állnak. Jó, Ausztriának a gazdasági potenciája azért messze áll Magyarországétól, de talán azt mondhatnám, hogy Kazaksztán esetében látszik az, hogy bevált az utóbbi évek szisztematikus keleti nyitása és a számos üzleti és politikai látogatás, mert azért az a szám sem így nézett ki korábban. Tehát azt mondom, hogy abszolút van keresnivalónk, és még egy adat arra, hogy az ease of doing business esetében, amit az Anton citált, ugye én is megnéztem ott a dinamikáját is, és remélem nem szédülnek, mert nem készültem arra, hogy itt ezt bemutassam. De hogyha itt megnézzük például, majd a Török tanács országait vizsgáltam, de hogyha megnézzük éppen Üzbegisztánt, jól látható, hogy a nyitás óta, most talán ugye azért itt egy kicsi, de hogyha itt megpróbálom kinagyítani, és nem esik szét, akkor láthatjuk, hogy azért egy intenzív javulási tendencia látható az 52 pontról felment 58 pontra. Tehát mindenképpen szisztematikusan próbálják javítani az üzleti környezetet, hogy vonzóbbá tegyék az országot a külföldi működőtőke befektetések számára, és hogy úgy általában a gazdaságot ilyen módon ösztönözzék a növekedésre. Tehát ez szerintem egy remek indikátor arra, hogy a nyitásnak azért vannak már kézzelfogható eredményei. Tehát én azt mondom, hogy tehát azt mondom, hogy abszolút van keresni valónk, és nyilván nem a nagy európai vagy nyugati hatalmak termékével versenyzünk, hanem pontosan a réseket kell megkeresni, ahol a mi specializált tudásunkkal, vagy akár a mezőgazdaság modernizálásában szerzett tapasztalatainkkal mondjuk Üzbegisztán segítségére tudunk lenni. Nem Közép-Ázsiához kapcsolódik, hanem Azerbajdzsánhoz,
hogy ott a visszafoglalt Karabakh környéki területen eddig 5 ország kapott lehetőséget arra, vagy fog ki lehetőséget kapni arra, hogy részt vegyen az újjáépítési munkálatokban, és a 4 nagyobb országon kívül Magyarország az egyedüli, amelyik mondjuk a térségünkből ott hivatalos, úgymond licenszel majd részt vehet ebben, és úgy, hogy egyébként nyilván Azerbajdzsán fedezi a költségeit. Tehát azt látom, hogy meg tudja mindenki találni a helyét, sőt, én azt mondom a magyar külpolitika szempontjából, hogy egy olyan esetben, amikor magyar cég is szállíthatott volna, de egyébként a szlovák cég tette meg, akkor annak mi lehet az oka? Én szerintem óriási növekedési lehetőség van mind a befektetések, mind pedig a kereskedelem kapcsán, és ne felejtsük el, hogy ezek növekvő gazdaságú és társadalmú, illetve népességű országok, ahol a fogyasztás fel fog futni, modernizációs folyamatok zajlanak, rendkívül sok lehetőség van beszállni, pontosan azokkal a termékekkel és szolgáltatásokkal, amiben Magyarország erős, akár az IT-szektorra gondolok itt, akár bizonyos kritikus infrastruktúra elemekre, okos megoldásokra, ez abszolút egybevág a hazai export prioritásokkal. Köszönöm szépen! Köszönöm, és szeretném mindenkit megkérdezni az egyik kérdésre alapozva, hogy mit lehetnek azok a termékek, ami a régióban versenyképes lehet Magyarország számára? Tehát, mit érdemes exportálni a régióban? És az OTP ugye nevesítve volt már, de van-e még olyan vállalat, amelyről esetleg tudomásotok van, hogy aktívan érdeklődik a régió rend? A kérdés van Üzbegisztán volt, de szerintem kiszélesíthetjük Közép-Ázsiára. Van, aki erről tud? Kezdem én elhangzott a gyógyszer, ami előtt nem csak a pandémia miatt, de egyébként is nagy lehetőségek állnak, még akkor is, hogyha Magyarország alapvetően a generikus gyógyszerekben erős, de azért a saját magyar gyógyszergyártó cégeink számain azért elég jól látszik a térségben való terjeszkedés, és az, hogy innovatív termékekkel is megjelennek. Ezen kívül technológia, mint említettem, bár ez két élő fegyver, hozzátenném, hiszen hogy a technológiát exportálunk, akkor képessé tesszük ezeket az országokat arra, hogy adott esetben a világpiacon velünk versenyezzenek. Tehát, hogyha egy broiler csirke tenyésztési technológiát eladunk Kazaksztánnak, akkor lehet, hogy a tájföldi piacon 5 év múlva majd ők fogják lenyomni az árakat. Most csak egy példát mondtam fiktív módon, de ebben van lehetőség, ugyanúgy, mint a mezőgazdasághoz kapcsolódó inputok, jellemzően a tenyészállat és vetőmag exportja, ami ilyen bagatelnek tűnik, de ezek rendkívül nagy értékű termékek. És hát azért azt ne felejtsük el, hogy a Magyarországon előállított autók nagy része magyar exportként van elkönyvelve, egy része nem, de valójában, mivel itt termék és jó, több esetben közvetlenül innen exportáljuk a terméket, hogyha a gazdaság fellendül és több autót, több olyan terméket fogyasztanak, vásárolnak, amit Magyarországon működő multinacionális cégek állítanak elő, akkor az is meg fog jelenni az export statisztikánkban. És hát ugye a másik dolog pedig az, hogy a magyar export stratégiában ki lett jelölve azt hiszem 12 cég, amit exportképessé akarnak tenni, illetve olyan cég, amit mindenhol ismernek a világon, mondjuk a Tungsram, ugye, vagy a PIK, mint brand. Én azt tapasztaltam, amikor ott jártam, de azóta, mármint régebben nem mindig került ez szóba nyilván, de például a feldolgozott hústermékeket igencsak hiányolják a régióból azok, akik még emlékeznek rá. Most ez már elcsépelt, ennyire, hogy többségében muszlim országok a bor exportnak is vannak azért lehetőségei. Én most ennyit tennék hozzá egy kapásból, de a többieknek lehet, hogy van pontosabb információja erről. Köszönöm. Hát bár kollégáim ugye a magyar közép-ázsiai kétoldalú gazdasági kapcsolatokat azt hiszem sokkal szorosabban nyomon követik, én inkább politikai folyamatokat kísérem figyelemmel, csak így érdekességként emelnék ki pár dolgot, amit olvastam, ugye, hogy például összefüggésben azzal, hogy Üzbegisztánban ugye most az új elnök alatt 2017-ben tették tulajdonképpen csak konvertibilissé a szomot, a nemzeti valutát, és hát tulajdonképpen azóta kezdenek el ATM bankautomaták működni az országban. Ezt 19-ben már én is örömmel tapasztaltam, amikor ott jártam, hogy ugye nemzetközi vagy külföldi bankkártyákkal is lehetett pénzt kivenni, és egy megállapodás szerint úgy tudom, egy magyar vállalat fog például
ilyen ATM bankautomatákat felszerelni üzvég nagyvárosokban. Szintén magyar szakértők fognak közreműködni, ugye párhuzamosan tulajdonképpen a mi Paks 2 projektünkkel Üzbegisztánnak is, hát ha minden igaz, jövőre orosz közreműködéssel kezd el épülni az első atomerőműve, és ott magyar atomenergetikai, illetve építőipari szakemberek, illetve vállalatok közreműködésére és szakértelmére is számítanak, illetve hát talán még a gyógyszeripar mellett azt gondolom a víztisztítás, ugye, ahogy ezt említettem is, a víz, és hát különösen az ivóvíz ellátottság az Üzbegisztánban azért egy elég kritikusan szűk keresztmetszet, és azt gondolom, itt például egész biztos nyílik tere a magyar vállalatok szakértelmének. Köszönöm, Anton, neked van még valami? Egyrészt én is egy személyes példát mondanék, mert nagyjából szerintem a legfontosabb ágazatok már elhangzottak, de amikor 2-3 éve Kazaksztánban jártunk, egyébként Viktorral volt egy közös projektünk, és logisztikai, Viktor nem volt akkor ott, de közös volt a projekt, kazak logisztikai vállalatokat látogattunk, és a legnagyobb kazak logisztikai társaság, a Damu Logistics megmutatta a csarnokait, és azt mondták, hogy ezek magyar technológiával készültek, magyar mintára, úgyhogy ez is egy ilyen személyes példa. De amit még hozzátennék, szektor, nem közvetlenül kapcsolódik az exporthoz, de a turizmus az egy nagyon fontos szektor lehet. Most furcsán hangzik a koronavírus járvány közepén, hogy turizmusról beszélünk, de ne felejtsük el, hogy 2017-ben a Wizz Air elindította a közvetlen járatát Budapest és akkori Asztana, ugyan azóta Nurszó után lett a város neve, és ez az első közvetlen járat volt abban a városban, és talán nem tudom, hogy a Malévnek voltak-e ilyen összekötetései, de lehet, hogy Laci emlékszik, de szerintem Közép-Ázsiában nem nagyon volt ilyen közvetlen járatunk, úgyhogy ez hatalmas lehetőséget jelentett két oldal felé. Egyrészt a kazakok és térségbeli más államoknak az utazói, üzleti utazók, turisták Magyarországon keresztül közelítették meg az európai célpontokat, és pont egy kazak diplomatával beszéltem pár hete, a járat este érkezett, és ha valaki csatlakozó járata volt, akkor itt maradt Budapesten, és egy vagy több napot. Tehát ez Magyarországnak is ilyen turisztikai előnyökkel járt. Másrészt Kazaksztán most nagyon sokat fektett bele a turizmusba, tehát ők is biztos, hogy jövőben ezeket a lehetőségeket próbálják megragadni. Pont a holnapi csúcs, a türk tanács csúcsának ez az egyik fő apropója. Türkesztán városban lesz megszervezve ez a találkozó. Kazaksztán felújította ezt a várost, ez egy történelmi 2000 éves múlta rendelkező város, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hogy regionálisan egy fontos turisztikai állomássá építsék ki. Tehát az, hogy itt egy diszkont menetrendszerinti járat indult összekötésbe Kazaksztánnal, ez egy nagyon jó lehetőség mindkét ország számára, és azt remélem, hogy ilyen jellegű egyrészt megoljul majd, vagy folytatódik majd ez a járat, ha vége a járványnak, másrészt, hogy más lehetőségek is összejönnek a régióban, mert a turizmusban is azért elég nagy potenciál van mind a régió, mind Magyarország számára. Bocsánat, a Wizz Air tervezi Üzbegisztánba is a járatnyitás pont, talán gondot, vagy éppen Taskentet hallottam. Csak ennyit, a legközelebb amúgy a Malév, ott térségileg a Jekatyerinburgba repült, de Közép-Ázsiában nem. Köszönjük. A kérdéseket elnézve, a magyar érdekekről vissza kell eveznünk a tágabb aspektusok felé.
Az első kérdés arra vonatkozik, hogy hogyan értékelitek az ázsiai szíve programnak a fejleményeit. Most volt Tadzsikisztánban a külügyminiszteri tanácskozás, hogy hogyan hat ez a régió életére, és hogyan értékelitek önmagában ezt a találkozót. Ki ez, aki erre szeretne reagálni? Jó, hát talán bár megmondom őszintén, bővebben nem kísértem figyelemmel, de úgy tudom, itt többek között az afganisztáni helyzet rendezése volt a téma, és hát bár nem gondolom azt, hogy elsődlegesen a közép-ázsiai köztársaságok lesznek a béketeremtők, de ahogy említettem, volt ugye Uzbekisztán az utóbbi években próbál egyfajta közvetítőként fellépni a talibán, illetve az afgán kormány képviselői között. Ugye az üzbék külügyminiszter az hát a tálib diplomatákkal, hogy így mondjam, illetve afgán kormány képviselőivel is találkozott például Dohában. És hát Üzbegisztán számára ugye Afganisztán nem csak azért fontos, mert ugye jelentős üzbég kisebbség vagy etnikum él Afganisztánban, hanem Üzbegisztán, mint említettem, a Liechtenstein mellett a világ másik duplán kontinentálisan zárt országa, és hát még relatíve a legegyenesebb vagy közelebbi tengeri összeköttetés az Afganisztánon és Pakisztánon keresztül nyílna, tehát tulajdonképpen ez az üzbék vezetésnek egy ilyen dédelgetett terve, valamiféle Üzbegisztántól Mazar-i-Sharif Heráton át tulajdonképpen a pakisztáni kikötőkig egy funkcionáló vasúti koridornak a beüzemelése, illetve hát hasonló elektromos vezeték projektek is tervbe vannak, ha egyszer végre Afganisztánban ezt majd a belső helyzet lehetővé teszi. Tehát szerintem a közép-ázsiai országok, illetve Afganisztán relációjában ennek lehet jelentősége. Köszönöm. Szeretném valaki még hozzátenni ehhez? Jó, akkor fel is tenném a következő kérdést. Az egyik szereplőről, külső szereplőről nem beszéltünk, akinek viszont vannak ambíciói a régióban, és ez India. Hogy látjátok a Indiának a szerepét a közép-ázsiai életében? És hát ilyen konkrét részre is fókuszál a kérdés, hogy eljuthat-e a közép-ázsiai gáz az indiai óceán térségébe, vagy sem. Valaki? Jó, Anton esetleg van erre? Na, Indiába beolom, hiszen annyira nem foglalkoztam, nem láttam sem gazdaságilag, sem politikailag, hogy többi szereplőhöz képest túlságos labdába rúgott volna. Azt tudom, hogy például indiai oltások, vakcinák is kerülnek most egyes országokban, AstraZeneca licensz alapján a Covishield vakcinák, meg nyilván India szerepe egyre inkább növekszik. De nem láttam, hogy annyira konkrétan közép-ázsiai régióban nagy ambíciói lennének a mindjárt. Én sem tudok, most ugye itt a logisztikai korridor kapcsán én sem tudok konkrét lépésekről. Én azt sem látom, hogy India annyira nagyon tülekedne ott a régióban. El van ő foglalva azért azzal, hogy a Kína elleni szövetséget felépítse a dél-kelet-ázsiai baráti országok és többek között Japán szövetségével, mert azért eléggé szépen körbe települték bázisokkal azért Indiát is Kína részéről. És annál is kevesebb esélyt látok erre, mert hogy pont Pakisztán Kína stratégiai partnere abban, hogy Kína abba az irányba is tengeri kiárathoz jusson, és ugye egy komplex logisztikai folyosó építése zajlik. Úgyhogy én erre nem sok esélyt látok, India pedig számomra nem, az én ismereteim által nem különösebben észrevehető a térségben. Lehet, hogy lesz egy ilyen szakasz is,
mert pontosan abban a fázisban van India, amikor képes lesz majd olyan dolgot is ajánlani ezeknek az országoknak, amire ők kapnak, de most nem látom ennek a jelentőségét. Köszönöm. Az utolsó kérdés arra vonatkozik, hogy hogyan hatott az azeri örmény konfliktus a kollektív biztonsági szerződés szervezetére, hiszen meg tagjai több közép-ázsiai állam is. Hogy tudtok esetleg erről mondani, hogy miként hatott a konfliktus a szervezet életére? A kérdés, ugye láttam, hogy a kérdés leginkább arra futott ki, hogy hogy abban a konfliktusban elég világosan elkülönültek a felek, Azerbajdzsán versus Örményország, Azerbajdzsánt Törökország elég markánsan, erősen támogatta, Törökország pedig NATO tag, ráadásul NATO másik legerősebb katonailag másik legerősebb országa. Örményországot pedig papíron Oroszország támogatta. Ugye Örményország tagja is a CSTO-nak, a kollektív biztonsági szervezetnek, az Eurázsiai Gazdasági Uniónak is tagja, és elég kézenfekvő volt az elgondolás, hogy az oroszok mögöttük állnak, és a karabaki konfliktusban is támogatják őket. A valóságban viszont azt láttuk, hogy az oroszok próbálták távol tartani magukat a konfliktustól, nekik nem jött jól a konfliktusnak a megújulás, azt lehet, hogy zseniális stratégia alapján jól meglátták az azeriek, hogy eljött a megfelelő pillanat, mert az oroszok valóban Moszkva próbált távol maradni ettől a konfliktustól, nem avatkozott be. És ugye a szerződések pedig nem is kötelezték arra, amíg Örményország területén nincsenek konkrét katonai események, addig nem is voltak kötelezve rá, hogy valóban segítsék Örményországot. Úgyhogy egyrészt, amúgy egyébként a végén Törökország és Oroszország nyerte legtöbbet ezzel a konfliktussal. Ugye a békefenntartók, leginkább orosz békefenntartók kerültek oda, de Törökország is felügyeleti jogot kapott konfliktus megoldásaként, úgyhogy Törökország egy lehetőséget kapott, hogy a térségben megvesse a lábát, és biztos vagyok benne, hogy ez a török befolyás azt növekedni fog. De pont ezért, amit említettem, ez nem egy proxy háború volt, ugye, mint amit a Szovjetunió idején, vagy hidegháború idején láthattuk volna, amikor egy harmadik országban csaptak össze a felek, Szovjetunió és Egyesült Államok annak idején. Ilyen nem volt a konfliktus hátterében, Törökország és Oroszország nem csapott össze, nem volt közöttük konfliktus, sőt, ők más szférákban nagyon is jól tudnak együttműködni. Tehát ilyen emiatt nem gondolnám azt, hogy itt Törökország, mint Közép-Ázsia szereplője konfliktusba kerülne a kollektív biztonsági szervezetnek a tagjaival. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a térségben több szereplő tagja a Shanghai Együttműködési Szervezetnek is, amelyben viszont tagja Kína, Pakisztán, India is, és több közép-ázsiai ország is tag, tehát több katonai jellegű, ugye ez egy biztonsági szervezet, tehát több katonai jellegű szervezet is jelen van a térségben, de nem egyiknek sem érdeke valami fajta eszkaláció. Egyébként még annyit hozzátenném, hogy például a Shanghai Együttműködési Szervezetnek is, és egyébként Oroszországnak is a térségben elsősorban jelenleg az az érdeke, hogy a szélsőséges iszlamizmust megakadályozzák, és Oroszország számára ez egyfajta ütköző, a térség egyfajta ütköző szerepet tölt be, hogy láthattuk az iszlám állam idejében
hogy azok a szélsőségesek például ne térjenek vissza, vagy ne terjedjenek el Oroszország területében. Tehát elsősorban inkább együttműködés jellemzi ezeket a katonai együttműködéseket, katonai blokkokat. Nem nagyon volt példa eszkalációra mostanában a blokkok között. Igen, hát esetleg még annyit hozzáfűznék, hogy azért még ugye orosz-örmény relációban talán az is fontos, hogy ugye a mostani karabahi háborút megelőzően Örményországban is lezajlott egyfajta ilyen színes forradalom, vagy bársonyos forradalom, és ugye egy, hát a nyugati országokkal, vagy nyugati országok felé nyitni kívánó, hát hogy mondjam, talán politikailag liberálisabb kormányzat és politikus, ugye Nikol Pasinyán személyében került hatalomra. Úgyhogy hát az, hogy az oroszok tulajdonképpen ebben a konfliktusban nem úgy katonailag, de retorikailag sem nagyon álltak ki Örményország mellett, az talán ezzel is magyarázható, hogy kvázi ugye a Oroszországtól a nyugat felé kacsingató örmény vezetést is kicsit leckésztetni akarták ezzel, meg hát lássuk be, bár ugye valóban papíron Örményország katonai szövetségese Oroszország, de hát a távlati stratégiai és főleg gazdasági együttműködés tekintve a kontinentálisan megint csak bezárt 3 milliós szegény kis Örményországnál, ugye a szénhidrogénekben gazdag 10 milliós Azerbajdzsán az egy sokkal inkább perspektívikus partner. Tehát én is úgy látom, hogy Oroszország az Örményország, meg pláne Karabakh kedvéért alig ha fog konfrontálódni katonailag Törökországgal, illetve Azerbajdzsánnal, és hát ami meg a közép-ázsiai tagjait illeti ennek a védelmi szövetségnek, hát ugye Kazasztán, Kirgisztán és Tadzsikisztán, hát Kazasztán, Kirgisztán esetében ugye török nyelvű országok, ezek megint csak nyilván inkább törökökkel és az azeri oldallal szimpatizálnak a konfliktusban, hiába papíron ugye Örményország a szövetségesük. Tehát Örményország az, azt gondolom, eléggé magára maradt ebben a konfliktusban, és a kollektív biztonsági szerződés szervezete, illetve a NATO alig ha fog Karabakh miatt egymás torkára húzni. Még annyira megisztelném ki, nem feltétlenül a kérdéshez kapcsolatban egy mondat, hogy ugye a térséget abból a szempontból meghatározhatja nem a biztonságpolitikai struktúra, hanem mondjuk az Eurázsiai Gazdasági Unió szempontjából, hiszen Örményország tulajdonképpen azért engedett a baráti bíztatásnak, hogy legyen tagja az Eurázsiai Gazdasági Uniónak, hogy akkor ezzel is erősítse az orosz védelmi szerepet, hogy majd akkor biztos jól megvédik. Emiatt is hát nem így történt, úgyhogy kérdés, hogy Örményország ezek után merre fog orientálódni. Sok lehetősége nincs, azért kétségénk ne legyenek, de hogyha valamilyen erős konfliktus alakul ki, vagy kilépési szándék felvetül az Eurázsiai Gazdasági Unió kapcsán, azért annak lesz jelentősége. Strukturálisan nyilván nem a számok miatt, mert elhanyagolható a teljesítményet. Azt hiszem, hogy az Azerbajdzsánnak az éves katonai költségvetése annyi volt, mint az egész Örményország teljes GDP-je bizonyos években, tehát ez nyilván Kazaksztán számára nem lesz nagy veszteség, hogyha éppen nem exportál oda valamit, de maga a koncepció szempontjából ez fájdalmas lehet Oroszország szempontjából. Köszönöm szépen, az utolsó rövid kérdésre maradt már csak időnk. Felmerült ugye Indiának a szerepe a régióban, és Pali említette is a vezetéket, a gázvezetéket, amely Türkmenisztán kötné össze Afganisztánnal, Indiával, és ugye természetesen át kell, hogy menjen Pakisztánnak. Mi lehet Pakisztánnak a szerep a régióban, vagy van erről esetleg valami erős véleményetek, hogy milyen potenciális szerepe lehet Pakisztánnak? Hát a szabad megszólalom, szerintem azért Pakisztánnak megvan a maga baja belpolitikailag is, meg hát Pakisztánnak ugye is elsősorban az afgán stabilitás megteremtése a prioritás, úgyhogy Indiához hasonlóan szerintem Pakisztán sincs még abban a kondícióban, hogy egy ilyen proaktív, regionális nagyhatalomként lépjen fel
a posztszovjet Közép-Ázsiában. Tehát itt, ahogy ezt az előzetben is elmondtuk, igazából Oroszország, Kína, és hát a nyelv és néprokonság miatti szimpátiák okán is, ugye Törökország az, aki igazából labdába rúgnak. Ugye még talán egy szempontot említenek Törökország mellett, hogy a szekuláris török álemmodell, ami hát végülis már Törökország azért gazdaságilag sem egy kispás játékos, tehát ez összességében ugye egy vonzó szerepmodell, hogy úgy mondjam, azoknak a közép-ázsiai országoknak, akik amúgy is rokon szemmel tekintenek a törökökre. Na most ezzel szemben például az iráni síta teokrácia, és hát a belpolitikai, azért lássuk be, azért igencsak instabil Pakisztán, ahol ugye különböző iszlamista mozgalmak és katonai diktatúrák váltogatják egymást. Nem gondolom, hogy ez a regnáló közép-ázsiai rezsimeknek annyira egy vonzó partner lenne. Tehát én mondjuk Pakisztán vagy India helyett továbbra is az orosz-kína, illetve a török relációkban látok fantáziát. Egyetért ezzel mindenki? Annyi, hogy ugye Pakisztánnak hatalmi ambíciói, mármint ilyen hatalmi hatás mechanizmus kapcsán, vagy középhatalmi hatás kapcsán nem hiszem, hogy lehetnek ambíciói a térségben az imént elmondottok miatt. Most ilyen kisebb területeken van együttműködés, például a katonai képzésben azért Pakisztán hagyományosan jó. Ott tudom, a kazak katonákat képeznek ki. Nyilván egy szabadkereskedelmi zóna, ha valóban létrejönne, vagy akár bilaterális alapon mondjuk Kazasztánnal, vagy a jelentősebb államok Üzbegisztánnal megkötésre kerül, vagy az ECO, ugye az Economic Cooperation Organization szervezetén keresztül ott lehet keresni valója. Pakisztán egyébként elég agilis diplomáciai szempontból, tehát lehet, hogy lesznek olyan meglepő dolgok, amire most itt mi nem gondolunk, de rendszer szinten nem tapasztalom, hogy egyelőre komoly mozgás lenne. Én szerintem ilyen kisebb részterületeken van együttműködés biztonságpolitikában is. Köszönöm. Nagyon köszönöm minden jótoknak az értékes gondolatait. Az eseményünknek végére értünk, amely szomorú szívvel jelentek be, mert azt gondolom, hogy még órákon keresztül folytathatnánk, és még izgalmasabb mélységekben folytatnánk be, és még izgalmasabb dolgokat tárhatnánk fel régi ületével kapcsolatban. Ezért szeretném megköszönni szakértőinknek, Bendalzsevszki Antonnak, Gyene Pálnak és Hasa Lászlónak a részvételt és az értékes gondolataikat. És természetesen szeretném megköszönni a közönségnek a figyelmét is, és a kiváló kérdéseket, azt gondolom nagyban gazdagították a mai eseményt. Kérem, kísérjék figyelemmel intézetünknek a hasonló rendezvényeit, és ígérhetem, hogy Közép-Ázsia témát jövőben is folytatjuk, és igyekszünk a régió iránti figyelmüket fenntartani. Köszönöm szépen még egyszer, további szép délután kívánok mindenkinek!